Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Buffalóban jártunk, ahol egy kicsi, de aktív magyar közösség rendezte meg éves Chinese Actionját 100 fő részvételével. A Buffalói Magyar Házban vagyunk a Tonawanda Street-en, ami már elég régóta itt van. Ma délután elég sokan összejöttek, mert ma van az úgynevezett Chinese Action, vagy Penny Sale, ahol próbálunk egy kis pénzt szerezni. Az asszonyok sütöttek, főztek töltött káposztát, debrecenit lehet kapni, gulyáslevest és minden jó finom süteményeket. Úgyhogy nem csak a magyarokra számítunk, hanem a környékbeli amerikaiakra is, hogy minél többen jöjjenek el. És most elég szépen összejöttek. Régi klub, Magyar Social Club, ahol szoktak mindenféle eseményeket szoktunk szervezni, október 23-ai megemlékezést, a trianoni megemlékezést, az MHBK szokott így gyülekezni, valamikor a cserkészek is itt voltak, és a március 15-ei megemlékezés mindig itt szokott lenni, és itt van nem messze a Buffalói klubhoz, a Riverside Park, ahol a Petőfi szobor volt, amit március 15-én mindig kimentünk megkoszorúzni. Minden pénteken nyitva van a klub, egyébként nincs nyitva, csak hogyha események vannak. Pénteken este itt van valaki mindig, néha az asszonyok kártyáznak, a férfiak szintén kártyáznak, és egy ilyen összejövetel a magyarok részére. Van egy nagyobb termünk, ahol szoktuk tartani, a szilveszteri mulatság is szokott lenni, és most, ahol ez a Chinese Action Penny Sale van, ott vagyunk, körülbelül 120 embernek ad helyet, hogyha van egy előadásunk, úgyhogy ha annyian vannak, akkor már nagyon örülünk neki, mert telt ház van. Több helyiségből áll, amit sajnos mostanában már nem nagyon használunk ki, mert nincs hozzá elég ember, hogy kihasználja. Valamikor dolgozott, vagyis működött itt magyar iskola, és tanítottak. Bár helyiség van, ahol bár engedéllyel, vagyis italengedéllyel van felszerelve a magyar ház, mindenféle italt lehet kapni ottan, de nincs nyitva egész héten, csak pénteken este és rendezvényeken. Általában a buffalói magyarok inkább átmennek a Niagara Falls-i eseményekre, mint a Ontarióból átjönnének ide hozzánk. Úgyhogy azok mindig kevesebben vannak. Lehet, hogy azért, mert a pénzkülönbség, vagy mert nem szeretnek a határon átjárni az emberek. A Riverside volt valamikor a magyar település, mert itt volt a magyar hentes, a magyar virágos, a Szent Erzsébet templom, a magyar, úgyhogy ez volt a magyar negyed. Szeretnék kérni minden magyart, nem csak a kanadaiakat, a buffalóiakat, vagy nem, akik ezen a vidéken laknak, hogy támogassuk egymást, és menjünk el egymás rendezvényeire, és próbáljunk megtartani a magyarságunkat, mert mindig kevesebben és kevesebben vagyunk. Ez a Chinese Action, vagy a Penny Sale azt jelenti, hogy mindenki megvesz egy ilyen lapot, amin számok vannak. És a csomagokat azt mi hoztuk össze, mindenki adományozta, úgyhogy a magyar házak ez nem kerül pénzébe. De viszont ami bejön belőle, az a magyar ház javára megy. Minden kis csomagon van egy kis doboz vagy egy zacskó, ahova ezeket a számokat beteszik. És akkor, mikor a sorsolásra kerül a sor, akkor kihúzunk egy számot, és aki szerencsés, az megnyerte azt a csomagot. A torontói Magyar Házban holnap, vasárnap vezetőségválasztó közgyűlést tartanak. Fiatal, de a helyi magyarságért már eddig is aktívan tevékenykedő emberek jelentkeztek pozíciókra. Nézzük meg, kik is ők. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a torontói magyarságot. Adventi időszakban, várakozási időszakban elérkezett 10 hónap után a nagy nap, amikor új vezetőséget fogunk választani a Magyar Házban. És hiszük, hogy az új vezetőség, mint a kanadai legnagyobb kultúrközpont érdekét fogják képviselni, továbbvinni a hagyományokat, és természetesen kulturális életet fognak hozni a torontói magyarságban. Kérek mindenkit, hogy vegyünk részt ezen az alkalmon, és támogassuk az új vezetőséget. Szeretném bátorítani a torontói magyarság és a tagságot főleg, hogy jöjjenek el a holnapi szavazásra, és támogassanak minket, mert a következő társasággal indulnánk a vezetőségi pozícióra. Stadler Tímia Kinga indulna alelnökként, dr. Fecső András indulna főtitkárként, és Kacsó Erika pénztárosként.
úgy szintén velünk dolgoznak Borbé Jemese, Oda Lázár Jutka, Antal Zsuzsanna, tanácsadóként, igazgatóként Kókai Tibor, Szőlősi Gyula, Verestói Attila, Antal János, és velünk dolgozna Vitéz Terényi Ferenc, és még az ifjúsági igazgatónk Komáromi András lenne a mai Kodály vezetősége. Egy olyan társaság verődik itt össze, akinek van egy látása a jövendőbeli Magyarház működésére, úgyhogy mindenki megtalálja, minden magyar jó indulatú ember megtalálja otthonát a mi házunkban. Jöjjenek, legyenek velünk, dolgozzunk együtt, építsük közös jövőnket. Stadler Timmel vagyok, Marosvásárhelyen születtem Erdélyben, Észak-Erdélyben, Máramaros-szigeten nőttem fel, és Temesváron szereztem meg az ipari mérnöki képesítésemet. Dr. Fecső András vagyok, székelyudvarhelyi származású sebész, Torontóban dolgozok jelenleg, és szeretnék indulni főtitkárként a közelgő Magyar Ház választásokban, és a csapattal együtt szeretném a kanadai magyarság kulturális életét, illetve a torontói magyarok hagyományainak az előrelépésében és továbbvitelében részt venni. Kérem, szavazzanak ránk! Boda Lázár Judit vagyok, jelenleg az Orbán Balázs Társaság titkárja, és sok szeretettel vennék részt a Magyar Ház vezetőségének munkájában. Kérünk mindenkit, hogy szavazzanak ránk. Szőlősi Gyula vagyok, a Bácska-Bánáti Klubnak az elnöke. Már 4 éve, és szeretnék részt venni a Magyar Ház vezetőségében, mint tanácsadó igazgató. Támogatom ezt a csapatot, ami jelen pillanatban összeállt, és kérem, szavazzanak ránk. A holnapi választásokkal kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy a mi csapatunk nagyon szeretné elérni azt, hogy a magyarság valóban egybeforjon és összejöjjön. Én, mint tanácsadói igazgató szeretnék a csoportban részt venni, és nagyon szeretném, ha ránk szavaznának a magyarság érdekében. A torontói Magyar Ház megrendezi az első szilveszteri bálját az új Magyar Házban, mely a 141 Sunrise Avenue alatt található. Kezdés szilveszter napján, december 31-én, este 7 órakor. Több fogásos vacsora várja önöket, mely előételből, bőségtálból, süteményből áll. Éjfélkor korhelyleves, virsli, debreceni és asztalonként egy üveg pezsgő. A kiváló hangulatról a Royal Együttes gondoskodik. Jegyrendelés Bánhegyi Erzsébetnél a 905-579-6447-es, illetve Szakár Rózsánál a 416-302-6551-es telefonszámon. December 20-áig a jegy ára $90, azután $100. Nem ulassza el a kiváló alkalmat, hogy magyar barátaival közösen búcsúztassa az óévet. A Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. Nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára. Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan, szállodafoglalás, autókölcsönzés, meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. Az Extra Hungarian Alapítvány nagyszabású kulturális programot rendezett Torontóban, borkóstolóval egybekötve. Thank you.
Branyicki Attila vagyok, az Extra Hungarium alapítvány egyik alapító igazgatója. 9 vagyunk, körülbelül 2 évvel ezelőtt alakult ez a szervezet. Az itteni torontói, dél-ontáriói és kanadai kulturális programok, cserkésztáborok, sportegyesületek, kulturális események, könyvtárak támogatására. Ma esti szervezésünkben volt Ami a szívemen című Kovács Nóri vendégsztárral készült este, ahol kanadai és magyar művészeket hívtunk meg, és az ő segítségükkel összeraktunk egy műsort. A következő előadó Szigeti Máté fuvola művész, aki a híres Liszt Ferenc Akadémián fejezte be tanulmányait, és azóta számos nemzetközi fesztiválon és koncerten fellépve járta be a világot. Zongorán kísér Fias Attila. Az Extra Hungarium alapítványnak célja az, hogy az itteni közösségeket segítse anyagilag, és ma esti koncertünk, ez egy adománygyűjtő koncert volt, meghívtunk rengeteg vendéget, művészeket, közönséget, támogatót, és ebből lett ez a 2 órás program. A következő művészünk szintén Magyarországon kezdte tanulmányait, Weber András cselló művészt fogjuk hallani. A ma esti előadáson sok zenészt, művészt hallhattunk, énekest, de emellett szeretném kiemelni Kralovánszky Balázs fotóművész kiállítását, amit a színpadon is láthattuk, Kralovánszky Balázs Csíksomlyon készült képeiről egy vetítést. Emellett itt a hallban is kiállított Balázs számos képet. Az alapítvány sok ötlettel rendelkezik, továbbra is szeretnénk ilyen kulturális programokat csinálni, talán jövő tavasszal csinálunk egy kaszinóbált, azon felül akár kisebb vagy akár nagyobb méretű rendezvényekre meghívunk vendégeket továbbra is, akár Magyarországról, vagy pedig Kanadából. Éltet a lélek, de közben a vágy eléget. Tenger egy szerelmem, de hagyj itt egy szép emléket. Nincsen más, csak egyetlen dal, amit mindenhová hordasz magaddal. A ma esti előadásra Kovács Nóri vendégművészt hívtuk meg Magyarországról. Oh!
egy jó hosszú, két felvonásos szereplő is sikerült. Nagyon élvezte eddig a közönség, és úgy hallom, hogy hamarosan vége van az estének. Az este után lesz egy kis fogadás, itt fő szponzorunk keretében Garamvári Szőlőbirtok fog egy pár bort és pezsgőt felszolgálni, és Szabó Zoltán szomeliétől is hallunk a garambári borok rejtelmeiről. A ma esti koncert egy folytatása, amit az Extra Hungarium alapítvány kezdett már két éve. Ez volt az első ilyen nagyobb koncertünk, amelyen több kanadai és magyar művészt meghívtunk. Reméljük, hogy továbbra is tudunk csinálni. Itt most éppen a St. Mike's iskolának a előadó termében vagyunk, de reméljük, hogy hamarosan a Magyar Házban is fogunk tudni szervezni koncertet, bálokat, hogy ezt az adománygyűjtést tovább folytathassuk, és az itteni kulturális sportprogramokat, szervezeteket támogathassuk. Ha bárki szeretne többet tudni az alapítványról, szívesen vennénk, ha honlapunkra, az extrahungarium.ca-ra mennének, vagy pedig bármelyikünket az igazgatóságból kérdeznének kérdéseikkel. Továbbra is szeretnénk egyéni és vállalati szponzoroknak a támogatását, hogy minél jobban nőhessünk, és ezt az alapítványnak az működéseit ne csak itt Torontóban, vagy Dél-Ontárióban, hanem egész Kanadában terjeszthessük. A Corvina Hungarian Canadian Business Directory 2005 óta segít tájékozódni és kapcsolatokat építeni a kanadai magyar üzleti világban. Választon a számtalan magyar vállalkozó, szakember, üzlet és szolgáltatás kínálatából. Mutassa be és népszerűsítse saját vállalkozását a magyar közösség legismertebb és legkeresettebb könyvében. Címjegyzékünk Kanada szerte több ezer ingyenes példányszámban, online és ingyenes mobil alkalmazás formájában is elérhető. Kezdje itt a keresést! Corvina Directory. Iránytű a helyi magyarságban. Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tommyhoz. A Tommynak az üzletje az itt van, a Kensington piacon 1958 óta. A Tommynál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Gyertek be a Tommyhoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ, várok tőletek, Tommykám, hát jövünk! Tommykám, hát jövünk! Hát fiaim, gyertek a papához! A sport nem ismer határokat. A Kárpát-medencei összmagyar diákbajnokság felvidéki elődöntőjét tartották meg Komáromban. Négy sportágban és három helyszínen, Komáromban, Csallóközaranyoson és Szentpéteren tartották a Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokság felvidéki elődöntőjét. Megvatok mind a négyen? Jó, köszi. Következő négy csoport, Pintér, Nyidaskő, Cséplő, Műszaki Szakközépiskola, Majer, Gyalla, Szabóipari, B csoport, létjes oda álljatok fel, B csoport. Szlovákia magyar tannyelvű alap- és középiskoláiból csak nem 200 résztvevő diák érkezett Komáromba, hogy bizonyítsa sporttehetségét sakkban, asztali teniszben, kézilabdában és idén első ízben, birkózásban. A felvidéki magyar iskolák diákjainak versenyt biztosítunk, és a versenyen legjobb eredményt elér diákok pedig tovább jutnak Magyarországra, ahol a többi határon túli magyar diákokkal még egy döntő versenyt vívnak, ismerkednek és sok tapasztalatot szereznek. Ez a verseny kettős üzenetet hordoz, egyrészt felhívja a figyelmet a sport fontosságára, másrészt pedig nemzetegyesítő szerepe is van, mondja az ötletgazda. Ez a csodálatos történet, kérem, arról szól, hogy úgy hívják, hogy nemzetegyesítés. Nemzetegyesítés. Hát hol nincsenek magyarok? Hol nem vagyunk? Mindenütt vagyunk. Ausztráliától, Vancouverig, Dél-Afrikától, Svédország, mindenütt vagyunk. Az összmagyar diákbajnokság a világmagyarságát fogja össze, hiszen a legjobbak a végső döntőn méretnek meg, és arra a szélrózsa minden irányából, több ezer kilométerről is érkeznek magyar ajkú versenyzők. Olyanok, akik büszkék a magyar sportsikerekre, olyanok, akik szívesen váltanának pár szót legendás sportolóinkkal, szinte állandó vendége a rendezvénynek a felvidéken is Jónyer István világ és Európa bajnok asztali teniszező, Wichmann Tamás többszörös világ- és Európa-bajnok kenus.
A felvidéki megnyitót jelenlétével Ódor Éva, sokszoros szlovákiai asztali teniszező bajnok is megtisztelte. A házigazda Komárom városa nevében Stubendek László polgármester és Andruskó Imre, a Sej János gimnázium igazgatója röviden üdvözölte a résztvevőket, majd kezdődhetett a verseny. A rendezvény idén 11. alkalommal valósul meg. Az elmúlt évtized alatt rengeteget fejlődött, mára gyakorlatilag az egész világot behálózza. Mivel mással kezdhetünk, egy kicsit hazabeszélek, tehát labdarúgás, a földkerekség legnépszerűbb játékával kezdtünk, két korosztályban, általános iskolás, a középiskolás. Utána minden második évben egy újabb sportága bővül. Asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmi letélkedők, tehát neveljük őket. Ökumenikus istentiszteletek. A díjkiosztó emelkedett hangulatban telt, tartalmas és fárasztó volt a nap, ugyanakkor megérte, sok új baráti kapcsolat született, a legjobbak pedig már gyúrhatnak a Pécset megrendezendő döntőre. Nagyon szoros volt a mezőnyünk, hát a verseny elején én voltam az első kiemelt, de azon gondolkoztam, hogy hát az első háromba sikerül bekerülnem, akkor ez azért szép eredmény lesz. Így a második helyen, holt versenyes elsővel elégedett vagyok. Jó volt látni, hogy nagyon sok fiatal érkezett idén is, alapiskolások között is, évről évre növekszik a résztvevők száma. Mezőny is egyre inkább erősödik, úgyhogy mindent összevetve tényleg csak pozitív dolgokat tudok mondani a versennyel kapcsolatban. Fontos a magyarságot összetartani, ugyan tudjuk, hogy szlovákiai magyaroknak nem könnyű nekünk, és ez egy jó módszerekből, hogy így összetartani a magyarságot. Szóval ez is fontos nagyon a sporton kívül. A szervezők folytatják a munkát, hiszen gyakorlott lelkes sportemberekként azt vallják, a nemzeti együvé tartozás erősítésére a sport kiváló eszköz, és még akkor is működik, amikor a politika esetlegesen kudarcot vall. Napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. $40 egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2-7-68-09-97. Napjaink, lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal telettőzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Köszönjük és várjuk a munkánkat segítő jószándékú hívásaikat, leveleiket! Az 1 perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, melyel búcsúzunk önöktől. Viszont látásra a jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Egy perc Magyarország. Bükkfürdő üdülőváros Vas megyében, a Répce folyó síkságán, az Alpok alja és a Kisalföld találkozásánál fekszik. Már a bronzkorban lakott volt, oklevelekben először 1271-ben említik. Az Európa szerte ismert település varázsát a gyógyvíz, a szubalpin klíma, a látnivalókban gazdag természeti és épített környezet együttesen nyújtja. Méltán viseli a sokszínű növényvilág, a változatos pihenés, aktív rekreáció és a gyógyulás városa kitüntető címe. A világ egyik leghatékonyabb gyógyvízére épített fedett fürdője évtizedek óta enyhíti a mozgásszervi megbetegedésekkel élők panaszait és áll a pihenés szolgálatában. Az aktív és környezettudatos turisták számára is izgalmas célpont lehet Bükkfürdő, hiszen itt várja őket az ország első 18 lyukú golfpályája, valamint a helyi turisztikai szervezet előremutató szolgáltatásai, a sportanimáció, elektromos kerékpárkölcsönző, kőtéri fitnesspark és sok más aktív időtöltési lehetőség. A gondozott településképbe modern korunk igényeinek megfelelően egy hazánkban egyedülálló létesítmény is méltó helyre talált. A kristálytorony háromszintes, kristályszerkezetű, több mint egy kilométer hosszúságú mászó és kalandpálya önfeledett szórakozást kínál minden generáció számára. Vas megye egyik gyöngyszeme nyitott kapukkal és vendégszerető szívvel várja a gyógyulni, pihenni, kikapcsolódni vágyókat. A
műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.